Mindenkinek sok szeretettel áldott karácsony ünnepet kívánok. Már egy ideje együtt vagyunk, és elmélkedtünk, és itt a nap, amikor együtt ünnepeljük. Az egyik elmélkedés pontja a mai napon Krisztus születésének az első híre, az örömhír, kik kaptak meg. Olvasni is lehet a Bibliában. Az első hír a pásztorok kaptak. Nyilván, hogy Betlehemben nagyon előkelő emberek éltek, gazdagok, a zsidó főpapjai Izraelben, a királyok, de azok nem kaptak a hírt, hanem pásztorok, akik nyílt íg alatt, ugye tanyáztak, aludtak, pihentek a napi munka után. Az evangéliumnak a vége felé így lehet olvasni, hogy békesség a jó akaratú embereknek, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a jó akaratú embereknek. Minden jó akaratú ember, jó akaratú ember, jó szándékű ember a mai napon a szívükben leli karácsony örömét. Azok, akik lélekben szegények, pasztorok, teljesen Istenre hagyatkozva éltek. Azok kapják meg az örömhírt, hogy a megváltó megszületett. Ezen a napon, amikor mi ünnepeljük Krisztus születését, mindennel együtt ne felejtjük el lélekben szegénynek lenni. Mert nem csak ma van karácsony, karácsonynak a tapasztalata, az minden napnak a része. Ennek az örömét, az minden nap, hogy ott legyen, ahhoz nekünk lélekben szegénynek kell lenni, jó akaratú, jó szándékú embernek lenni. Ez egy folyamat. Az elkövetkező napokban, mondjuk a következő karácsonyig, döntjük, amennyire lehet. Személyesen én jó akaratú ember leszek, vagy jó szándékú ember leszek. Próbálom egy kicsit a lelkemben szegénynek lenni. Rá hagyatkozva Istenre úgy élni az életemet, akkor talán ennek a karácsonynak az értelme az tovább tud bennünk maradni, és szebb napokat várhatunk életünkben. Még egyszer kívánom mindenkinek örömteli napot, Isten áldása kísérjen a mi napjainkat. Isten áldjon benneteket, dicsértesik a Jézus Krisztus! Thank you.